Súlyos harcok dúlnak Ukrajna keleti részén, Donyeszk és Luhanszk régióban. A leghevesebb összecsapások Bakhmut város közelében zajlottak a hétvégén. Amíg az orosz szeparatisták ellenőrzése alatt álló Donyeszkben a tisztviselők Ukrajnát okolják egy rakétatámadásért, amely jelentős károkat okozott a város polgármesteri hivatalában. A szakadár hatóságok szerint 4 ember sérült meg. Az ukrán elnök esti beszédében elismerte, hogy Szoledár és Bakhmut kulcsfontosságú pontok a Donbászi régióban, és hozzátette, hogy ott mintegy 2000 börtönökből verbuvált orosz fogoly harcol zsoldosként az orosz fegyveres erők oldalán. Az ukrán határ menti orosz Belgorod régiót vasárnap újabb légicsapások érték. A helyi kormányzó szerint több mint 20 ház megrongálódott. Pinteken egy belgorodi elektromos elosztóállomás szombaton egy közeli gyakorlóteret ért találat, ami 11 ember életet követelt. Moszkva ezt terrortámadásnak minősítette. Közben a Harkiv és Luhansk között félúton fekvő Izium romjain újraindult az élet, miután az ukrán hadsereg visszafoglalta a várost. Önkéntesek élelmiszer csomagokat, benne csokoládét osztottak, ami a hónapokig tartó nélkülözés után elképzelhetetlen luxus a helyieknek.